nagyon egyszerű volt, online platform, kiválasztottam a helyet, az elérhető helyek közül, kitöltöttem a saját adataimat, igazából csak így nem volt szükséges semmi több, se születési dátum, se személyigazolvány, abszolút semmi, tehát nem volt semmilyen személy azonosítás. Egyedül egy nevet kellett beírni, online fizetés, és TikTok meg vagy. Kinyomtattam otthon a jegyet, és kész. Kire fogsz szurkolni? Magyaroknak természetesen. És nem lesz fura azért, hogy lényegében csak bolgárok között? Lehet, hogy te leszel az egyetlen magyar tudtáros tanulmány. Az imént pár perc ezelőtt megnéztem a jegyeket, én azt mondom, hogy nem lesz tehet ház, tehát nem hiszem, hogy probléma lesz ott a magyar szurkolással. Akkor ketten lesztek, ugye? Ketten, én is egy magyar ismerősöm innen Szófiából ketten fogunk kimenni a helyszínre. Biztosan, illetve lesznek ilyen magyarok itt Szófiában, akik kint élnek, ők pedig szórakozó helyen. Igen, meddig látunk a becsébet, hogy megnézni a meccset. Én csak amikor így jobbra-balra beszélgetünk, akkor azért tudjuk olyan bolgárok, akinek beugrott a frani. A tavalyi 4 Ludogorets elleni meccs, az hogy ez mennyi hagyott mély nyomot bennük? Szerintem éppen a Ferencváros miatt van ez a nyomás, hogy akkor lehet, hogy mégiscsak a magyarok erősek. Bár a Ferencvárosban is elég sok a külföldi játékos, csak tudnak egy udogorozni is, tehát nem mondanám, hogy ez egy összehasonlítás, nem lehet az összehasonlítás, hogy a bolgár futballt a magyar futballt a nemzetközi játékosok miatt. De hát igen, tudják, hogy a Ferencváros, főleg ugye idén, hogy bekerült a bajnok a helyi csoportkörében, elég komoly mérkőzés egy egyszerűen. Mit tippesz? Mi lesz a meccs? 3-1, sima hazai. Mármint, hogy hazai magyar szemszögből. De hogy ott is összezavar, hogy a Nesviaria Hungária lefog? Gondolkoztam rajta, gondoltuk, hogy viszünk kis állat is, meg valami nekem van ez a magyarországos pulóverem is, de úgy voltam vele, hogy főjabb biztonságnak szeretnék egy-két pofon közé. Távolról a színekben nem nagyon tudnak belekötni, csak arra kell figyelni, hogy a címet az jókor legyen. Így igaz, igen. Magyar győzelem lesz. Határozottan magyar győzelem, sokkal jobban játszik a magyar válogatott, sokkal felkészültebbek vagyunk. Dominik Szoboszlai Dominikot sajnálom, hogy nem lesz itt. Ő szerintem hozzá tudott volna tenni ehhez a válogatott győzelemhez, de remélem, hogy nélküle is sikerül, van elég játékosai.